lezártuk a beadványozást, ez reggel 8 óra 30 perckor ez befejeződött. Április 30-án határidőre adta be a Paks 2 Atomerőmű ZRT az Országos Atomenergia Hivatalnak az új atomerőmű létesítési engedélykérelmét. Ezt Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be aznap a Paksi Társadalmi Tanács ülése után. Ők ma már birtokunkban van, itt mikor a 47 település polgármesterét tájékoztattuk, akkor visszakaptuk a hatóságtól azt az igazolást, amiben nyugtázta, hogy megérkezett ez a 283 ezer oldal dokumentáció, amiben nekünk azokat a követelményeket kellett, megfelelést kellett bizonyítani, amit a nukleáris biztonsági szabályzat előírt, amit bel a szerződésbe előírt követelményeknek, hogy megfelel a blokk. Tehát ez a beadványozás arról szól, hogy műszaki, biztonsági, környezeti, telephely minden vonatkozásában a blokk tudni fogja azt, amit elvárunk tőle. Így tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy egy annyiba fontos, hogy még én mindig azt képviseltem, és azt mondtam, itt a sajtótól is többen vannak, akinek mikor konkrét érdeklődés volt, hogy mikor fogjuk beadni a dokumentációt, azt mondtam, hogyha biztonsággal meg tudjuk azt mondani, hogy a magyar előírásoknak és az uniós előírásoknak 100%-ig megfelel, garanciája a dokumentumnak, hogy ha beadjuk, akkor elfogadásra kerül. A hatóságnak mostantól 15 hónapja van arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021. szeptemberében a főépület létesítési engedélyt kaphat. Így van a jogszabályban is rögzítve, hogy ahogy 6.30-al mi beadtuk a engedélyt a hatóság számára, mai nappal, rá akkor 3 hónap múlva beadhatjuk a földmunkákat, résfalat érintő munkáknak az engedélykérelmét, ez akkor szeptember 30, és akkor 3 hónapja van a hatóságnak, hogy elbírálja, és a legfontosabb kérdés akkor a két tervcsomag közt annak az egyeztetése, hogy a létesítési engedélybe vázolt követelmények, meg a talajszilárdítás, résfal, azoknak a helyét összehasonlításra azt gondoljuk, hogy biztonsággal az elérhető, hogy biztos jó helyre fogjuk a munkagödöt. Egyébként arról sose volt egyetlen egyszer se szó, hogy a talajelőkészítő munkák keretében bármilyen alaplemez betonozását elkezdenek, az alaplemez betonozása majd a létesítési engedélykérelem megkapása után várható. Paks 2 munkatársai hónapokon keresztül tavaly ősz óta dolgoztak a műszaki mellékletekkel együtt 283 ezer oldalnyi dokumentáció összeállításán. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Az külön öröm számomra, hogy 2018. szeptember 18-án, mikor újra értékeltük a projekt haladását, akkor ezeket a dátumokat tűztük ki, hogy 19. szeptemberében megkapjuk az összműszaki dokumentációt, ami a mellékletekkel együtt közel 300 ezer oldalt tett ki, és akkor szintén 18-ban, szeptember 18-án arról is megegyeztünk az orosz féle, hogy 26-30-án az engedélykérelmet átadjuk a hatóságnak. De mondom, ha ezt nem tudtuk volna biztonsággal teljesíteni, nem a határidő volt a legfontosabb, de külön öröm, hogy ezt a határidőt is a közös munkával együtt tudtuk teljesíteni, és ezen még a pandémia járvány se akadályozta meg, hisz mind a két félnél megvolt a otthoni munkavégzésnek a feltétele, így is tulajdonképpen gond nélkül tudtunk haladni a dokumentáció előállítással. Az még ugye külön értékelendő, hogy egy része a munkának, mivel a tervező az zömében orosz nyelven, a munkanyelv angol nyelv, és a hatóság pedig magyarul kéri be a dokumentációt. Azt is el lehet képzelni, hogy nem csak műszaki apparátus kellett ez a mennyiségű dokumentációnak az elkészítéséhez, hanem rengeteg fordító, de olyan szakfordítói tudás is, ami folyamatosan nyomon követte
a változásokat. Szeptembertől Paks 2 munkatársai tájékoztató fórumokat tartanak majd az atomerőmű környezetében található 47 településen, ahol az építkezéssel kapcsolatos minden kérdésre válaszolnak, de már most is elérhetőek azok a beruházást bemutató tájékoztató füzetek, amiket a vállalat honlapján bárki megtekinthet.